Együtt lépnek fel az autonómia törekvések érvényesítése érdekében az erdélyi magyar politikai alakulatok. Ezt megerősítendő közös állásfoglalást írt alá Kolozsváron Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke, Bíró Zsolt, MPP elnök, valamint Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke. Évekig tartó rivalizálást követően egy asztalhoz ült a három erdélyi magyar politikai alakulat az autonómia törekvések közös érvényesítése érdekében. Korábban az RMDS és az MPP már megállapodott az együttműködésről, ennek hozadékaként a polgáriak két képviselője az RMDS listáján indulva a parlamentben politizálhat. A néppárt azonban csak most adta fel eddigi tartózkodását. A megállapodás aláírásáról kolozsvári közös sajtótájékoztatón számoltak be az alakulatok elnökei. Elmondták, az 1918-as Román Gyula fehérvári nyilatkozat centenáriuma alkalom arra, hogy párbeszéd induljon a román társadalommal az erdélyi magyarság autonómia igényéről. Nem kérünk semmi olyasmit, amit nem ígértek volna meg, vagy ami nem lenne normális Európában. Egy számbeli kisebbség, nemzeti, etnikai, nyelvi kisebbség mindig azzal küszködik, hogy megőrizze az identitását, hogy fejlessze, hogy továbbadja, hogy ne asszimilálódjon. A szülőföldön akarunk boldogulni, magyar közösségként akarunk boldogulni, és nekünk meggyőződésünk, hogy ehhez a legjobb út az autonómia. Nem volt egyszerű összehozni a közös dokumentumot, mondta Bíró Zsolt, az MPP elnöke. Úgy fogalmazott, a taktikai megközelítés szempontjából jelentős az eltérés a három formáció között, ugyanakkor meg tudták találni azokat a pontokat, amelyekben egyetértettek. Azokat a pontokat kellett tisztázni, hogy mik azok, amelyek összekötnek, mik azok a pontok, amelyek mentén együtt tudunk gondolkodni. Egyébként a Magyar Polgári Párt, amikor meghirdette néhány hónappal ezelőtt az erdélyi magyar konzultációt, pont ebből a meggondolásból tette. Vannak különböző nézetek, vannak különböző taktikai megközelítési kérdések. Jó lenne, hogyha ezeket össze tudnánk hangolni. A megállapodás kitér az autonómia különböző formáira, hiszen Székelyföldön területi máshol elsősorban kulturális autonómia iránt fogalmazódott meg az igény. A néppárt elnöke Szilágyi Zsolt szerint az autonómia nem gyengíti a román államot, éppen ellenkezőleg. Az autonómia, mint megoldási forma, tulajdonképpen Nyugat-Európában már él, és mindenhol az bizonyosodott be, hogy a többség és kisebbség között, a központ és egy régió között biztosabb, stabilabb lett a viszony, miután az autonómia megvalósult. Másrészt az autonómia a legerősebb lojalitás nyilatkozat, amelyet mi a román állam iránt meg tudunk fogalmazni. Az 1992-es kolozsvári nyilatkozat 25. évfordulója után szerették volna megerősíteni a magyar közösség autonómia igényét, hangzott el. Az önrendelkezés iránti igényt az elmúlt években újra és újra fogalmaztuk és értelmezték, de ez a célkitűzés nem változott. Az autonómia egy ideig látszólag megosztotta a magyar politikai szereplőket, de ez nem volt valós konfliktus, az alapértékekben megegyeztek, állítják a dokumentum aláírói.